Na szavaztok srácok, üdvözlök mindenkit, 21-e vasárnap van, ma van a vágányzárnak a napja, és ugye a VP-sek, Tiszai pályaudvar, Újgyőri főtéri közlekednek, valamint a Újgyőri főtértől Felsőmajlátra fognak közlekedni a villamosok, ezeket fogjátok itt ebben a videóban látni. És majd ha felértem az Újgyőrire, akkor majd elmondom, hogy mi hol áll meg még pluszba, és láttok majd videókat ezekről a villamosokról és VP-s buszokról. És akkor következzenek a megállók. Lényegében itt a kis segédem az, hogy ugyebár a Tiszai pályaudvarról a villamos pótlóbuszok az egyes megállóból fognak indulni, és valószínűleg az egyes megálló leszálló helyen is fognak visszafele megállni, tehát ahol a 8-as és a 3-asnak a leszállója van. A Selyemrét és a Szent Anna tér között a villamos megállóban fog megállni a VP-s busz, a Tököli utcánál a villamos megálló helyen párhuzamos kialakított megálló helyen. A Balázs Gyűlőző és a Károly utca között pedig a villamos megállókban fog megállni a VP-s busz. Az Újgyőri főtéren a Felsőmajlát irányába a VP-s busz a villamos megállóba fog megállni, a visszafele úton pedig, a Tiszai felé pedig a 6-os Perecesi busz megállójából fog indulni a VP-s busz. Hát egy szomorú hír, lényegében nem arra fog menni, amerre gondoltam volna, hanem ténylegesen az Újgyőri főtérig megy egyenesen, és onnan besorol a régi kiáróra, és onnan jön visszafelé a villamos, de ezt majd mindjárt látjátok. Kicsit érdekes megoldás lesz, de az a lényeg, hogy nem megyünk be a vasgyárba, és nem úgy jövünk körbe, hanem megáll az Újgyőri főtéren, előre halad vissza, és akkor úgy indul visszafele az Újgyőritől Felsőmajlátra. Csalódás számomra, pedig a vasgyáros az jó lett volna. Érdekes megoldás, nem mondom, de ez egy undorító megoldás így. Yeah, I don't know.